a pankrációt, ugye a két kedves kollégám, nagyon pici ez a szakma, ezt tudjuk, nagyon két kedves kollégám, rendkívül tehetséges Marrár Levente és a Hambas Dani írják. A Levente készíti a nyersfordítást, a Hambas Dani utána még masszírozza egy kicsit, szájra teszi, átrendezgeti, és iszonyú mázlim van, hogy ők dolgoznak rajta, mert gyakorlatilag mindent megcsinálnak helyette. Tehát nekem azt csak ott én gyakorlatilag nem szinkron rendező vagyok, hanem felvételvezető. Ugyanis annyira részletgazdag és kidolgozott ebben a egyszerű hangolámondásban, mert ez egy hangolámondás, amit ugyan kvázi szinkronra kell venni, mert így szokták meg a, a nézők, ami egy érdekes dolog, mert, mert tehát ugye vagy ugye külön műfai megfelelői vannak a hangolámondásnak, az úgynevezett klasszikus hangolámondásnak és a szinkronnak. De hát ez így alakult ki, ezért már mindenki tudja a dolgát, abban is nagy szerencsém van, tehát már ki vannak osztva a figurák, sőt néha egy kicsit össze vannak gubbancolódva a karakterek, mert mert valahogy úgy alakult, hogy, 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 ennek is, annak is az az egy-egy mondatban ő volt, és előfordult, hogy saját magával beszélkedt a figura. Az azért érdekes, de hát nagyon tehetséges emberek megoldják. És kapott segítséget a korábbi hangokhoz? Sikerült megtartani minden szereplőnél? Az tök, hangod. tehát le a a Kemendi Balázs előtt, mert mert tőle kaptam egy olyan részletes, részletes Excel táblázatot, amiben mindegyik hang, aki eddig legalábbis szerepelt, megvolt. És a Danitól is kaptam egy nagyon nagy segítséget, mert ő még fontossági sorrendbe is rakta nekem, tehát ő megmutatta, hogy, hogy, hogy kik voltak az utóbbi időben, kikre nem lehet számítani mostanában, stb. stb. A A még visszatérve azt én is megfigyeltem, hogy már pontos a szinkron. Mi az oka annak, hogy mégis halljuk alatta az eredeti hangot, és nem rendes szinkron készül? a jótom, a németeknél már volt erre kísérleti példa. A, nál, nálunk is volt. Nálunk is volt, pontosan egy német sorozat volt, azt hiszem a családi, a családi viszályok, bűnök, vagy, szem, vagy, vagy családi bűnök, vagy nem nem, nem 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 nem, 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 egészen ez volt a címe. Át, át, ilyen átverések voltak benne, mindegy. Lényeg az, hogy azt kifejezetten szinkronos változatra kérték, és kihúzták az eredetit, ott, ott nem lehetett hallani. De ugye a hangalámondásnál azért halljuk az eredetit, mert nincs hozzá nemzetközi hang, nem gyártanak nemzetközi hangot. Tehát ugye a klasszikus dokumentum, vagy dokumentum jellegű filmeknél. De ugye egyre több a reality, ez a műfaj, ez nagyon komoly teret hódított. Én nem örülök neki, mert nem szeretem, mint jelenséget nem szeretem szerintem sokkal, tehát azért nem, mert akkor most ha kimondtam, akkor meg kell indokolnom, azért nem, mert szerintem rendkívül sok tehetséges színész kenyérnélkül nélkül él, munkanélkül él, és, és, ugye ez a reality műfaj, ez inkább ö, ö, amatőrökre támaszkodik, vagy olyan, olyan emberekre, akiknek mondjuk a szakmához sok köze nincs. egy nagyon, azt muszáj elmesélnem, egy, egy, nagyon kedves, szintén volt osztálytársam és barátom, a Virághalmi Judit, aki színésznő egyébként, de nem, nem gyakorolja a szakmát, szinte már csak szinkronizál tehát színpadon nem láttuk már évek óta, vagy talán évtizedek óta. Ő mondta, hogy, hogy elmesélte, hogy, hogy őt fölkeresteik egy ilyen magyar reality sorozatba, hogy szerepelne -e benne. És hozzátették, hogy de saját ruhában kell szerepelni benne, saját magát kell kisminkelnie, és erre ő azt mondta, hogy intette egyet, hogy álljunk meg egy pillanatra ha nem nekem kell fölvenni magamat, vállalom. <laughs> Úgyhogy szóval ez csak egy ilyen kis poén. De gyakorlatilag már ott tartunk ezekben a realitikben, hogy, hogy, épp hogy nem nekem kell fölvenni magamat. De szinkronizálhatók ezek a realitik? Nehezen. Nehezen. P Pontosan azért, mert, mert ezek amatőr szereplők. Az amatőr szereplőket nem lehet kiszámítani. Tehát ugye nem mint egy, mint egy klasszikus sorozatban, ahol színészek játszanak, vagy akár egy filmben, ahol színészek játszanak, az első tíz perc után kiismerem a, a karaktert, kiismerem a, a színészt, és már szinte előre tudom a reakcióit. Egy, egy amatőr szereplőnek nem lehet kiismerni a reakcióit, mert, mert mindig improvizál, és ettől aztán borzasztó nehéz nem is, le, jók ezek szerintem, tehát nem is igazán jól magyaríthatóak. Biztos szükség van rá, én nem tartom olyan fontos dolognak. Most nemrég csináltunk egy főzős műsort például, ahol, ahol gyakorlatilag egyetlen ételfotó három másodpercnél tovább nem látszott, egyetlen recept, tehát nem közöltek, rohangáltak föl alá emberek konyhából, spejzba, spejzból konyhába. Egyfolytában üvöltöztek, hogy hogy, 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 gyorsan, gyorsan, gyorsan kell csinálni, gyorsan kell főzni. Ebben mi az élvezet? Szóval kérdem én. És, és gyakorlatilag követhetetlen. Na most, egy, amikor egy ilyet csinálok, akkor én nekem este gyakorlatilag zsong a fejem. Mert ez, ez, szóval ez valami borzasztó koncentrációt igényel, mert mert vágás, 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 erről van szó, és minden snitten mond valaki egy félmondatot. Dramaturgiai szempontból követhetetlen, mert hiába van meg az angol szövege, nem tudja az ember, hogy, hogy na, ez a félmondat, ez hova tartozik. Szóval ez a vágó világ egy kicsikét nekem <laughs> túl gyors, pedig én aztán elég komoly tempót diktálok a munkámban.